van a kertben. Egy közeli kis vendéglőben ebédeltünk. Kíváncsian foggattam Poárót, mi a véleménye az Arandel családtagjairól. tagjairól. ugyancsak érdekes társaság. Figyelje csak meg! Akárhányszor mondom, Arandel kisasszony közvetlenül a halála előtt levelet írt nekem, mindig kiderül valami. Miss az ellopott pénzről értesülök. Mrs. Téniosz nyomba azt kérdezi, a férjemről? Miért a férjéről? Mit írt volna nekem Arandel kisasszony dr. Téniosról? Annak az asszonynak valami nyomja a szívét, véltem. Igen, tud valamit. De mit? Pibadi kisasszony előadja, hogy szerinte Charles Arandel két silingért meggyilkolná tulajdon nagymamáját. Miss Lawson szerint Mrs. Tenius bárkit meggyilkolna, ha a férje ráparancsolna. Dr. Tenius a velejéig romlottnak tartja charles T. és Tereza, és könnyedén céloz rá, hogy az anyjuk gyilkos volt, majdnem nem kevésbé könnyen kijelenti. Tereza képes volna hidegvérrel bárkit eltenni lábalól. Mondhatom, jó véleménnyel vannak egymásról mindannyian. Dr. Tenius állítólag azt hiszi, hogy illetéktelen befolyás érvényesült a végrendelet esetében. A felesége kezdetben láthatóan nem osztotta ezt a véleményt. Eszébe sincs megtámadni a végrendeletet. Aztán megváltoztatja a véleményét, Mihelyt a férje megjelenik a színen. Itt valami nincs rendjén, Hastings. Érzem. Mrs. Tenius fél valakitől, mondtam. Kitől? Tőlem? Nem, nem magától. Valaki, vagy valami mástól. Eleinte olyan nyugodtan józanul beszélt, természetesen elkeserítette a végrendelet, de nem akart semmit sem tenni ellene. Úgy viselkedett, ahogy egy jó nevelt, de passzív nő szokott hasonló esetbe viselkedni. És akkor jön a hirtelen változás. Missis Ténios egyszerűbe a férje véleményéhez csatlakozik. Azután, ahogy kijön utánunk a halba, szinte lopva... No, és még valami. A férje látogatása a zöld lombvillában azon az utolsó vasárnapon. Megmernék rá esködni, hogy Mrs. Téni azt nem tudott róla, és mégis nyomban kijelentette, mi észrevette, hogy a férje ezt akarja, hogy tudott róla, csak kiment a fejéből. Nem tetszik ez a dolog nekem, poáró. Igaza van, Hastings, sokat mondó epizód volt. Ebből is kitetszik, mennyire fél ez az, az asszony. És maga mégis rokon találja a igaz? Kellemes nyílt, jó modorú, jókedélyű embernek. Így van, bólintotta. Vigyázzon, Hastings! Nem helyes, ha az ember a személyes reakciói befolyásolják mások megítélésébe. Nem szabad az érzéseinkre hagyatkoznunk, csupán a tényekre. Igen ám, csak hogy ez esetben vajmi kevés tény van a birtokunkban. No, no, barátom. Itt van például a gyilkossági kísérlet. Ezt elfogadhatja tényként, ugye bár? Igen, mondtam lassan. Elfogadom. Tribia, már pedig gyilkossági kísérlethez gyilkos is kell. Azok közül, akik aznap este ott voltak zöld lombvillába, az egyik gyilkos. Szándékában minden esetre az. Elfogadom. Tekintsük tehát kiinduló pontnak. Adva van egy gyilkos. Vizsgálódunk mondhatnám, felkavarjuk az iszapot, és mit kapunk? Udvarias társalgás során csak amúgy felületesen odavetve egy sor mód felett érdekes vádat. Viszlávszon ártatlanul megemlíti, hogy Csász életveszélyesen megfenyegette nadnénjét. Dr. Téniosznak a Terezáró tett megjegyzésében talán nincs semmi rossz indulat. Talán csak az orvos tárgyilagos megállapítása. Pébadi kisasszony ellenben őszintén meg van győződve, hogy Charles gazember. No de végtére ez csak magán És így folytathatnám. Ugye azt szokták mondani, hogy kutya van a kertben. Ebi, ezt mondom én is. Csak hogy itt gyilkos van a kertben. Én arra vagyok kíváncsi, mi a maga véleménye, Poáró. Egyelőre korai volna véleményről beszélni, Hastings. Egyelőre az indító kérdésén gondolkodom. Miféle indítéka lehet Arandel kisasszony halálának? A legvalószínűbb természetesen az anyagi haszon. Kinek lett volna haszna Arandel kisasszony halálából, ha húsvét után kedden hal meg? Mindenkinek, Miss Lapson kivételével. Pontosan. Ez tehát egy szemét automatikusan felment. Első pillantásra igen, valóban, tűnődött poharó. Csak az az érdekes, hogy az a személy, akinek semmi haszna sem lett volna Arandel kisasszony halálából húsvét utáni kedden, mindent megnyert két hét múlva, amikor a halál valóban bekövetkezett. Nézzük csak, pontosan mi is történt a baleset után. Arandel kisasszony fekvőbeteg volt. Pontosan, és bőségesen volt ideje gondolkodni. Azután levelet írt magának. Igen, írt nekem. És a levelet nem adták föl. Nagy kár. Gondolja, hogy valami lappang a mögött, hogy a levelet nem adták fel? Bevallom, Hastings, ezt nem tudom. Az eddigiek ismeretében arra a véleményre hajlok, hogy nem szándékosan történt. Nem vagyok benne bizonyos, de azt hiszem, senki sem sejtette, hogy ilyen fajta levél íródott. Na de folytassuk. Mi történt azután? Az ügyvéd látogatása. Valóban. Aranda a kisasszony hívatta az ügyvédet. És új végrendeletet készített. Pontosan. Új és teljesen váratlan végrendeletet. És ennek a végrendeletnek az ismeretébe gondosan mérlegelnünk kell a szobalánynak egy kijelentését. Emlékszik, ugye? Ellen azt mondta, Miss Lawson nagyon igyekezett, hogy Aranda a kisasszony ne tudja meg, hogy a kutya egész éjjel kint maradt. Azután, folytatta Poirot, különféle dolgok történnek. Charles és Tereza lejön a hétvégére, és Aranda a kisasszony megmutatja Charlesnak az új végrendeletet. Ezt mondja legalábbis Charles. Terezának azonban nem mutatja meg. Mert azt gondolja, Charles elmondja a hugának. De nem mondta meg, vajon miért nem? Charles azt állítja, hogy elmondta. Tereza viszont kereken kijelenti, hogy nem mondta el távozásunk után pedig lehűjézi a bátyját. Ma de térjünk vissza az eseményekhez. Dr. Ténios beállít vasárnap. Minden bizonyal a felesége tudta nélkül. Charles és Tereza hétfőn távozik. A Randel kisasszony jó egészségben és hangulatban hagyják ott. Jó étvágyjal megvacsorázik, majd a sötét szobába ül a trip kisasszonyokkal és Miss Lawsonnal. A szeánsz vége felé rosszul lesz. Ágynak esik. Négy nap múlva meghal. Egész vagyonát Miss Lawson örökli. Hastings kapitány pedig kijelenti, hogy Arandel kisasszony természetes halállal halt meg. Herkül Pahárónak pedig az a véleménye, és ezt semmiféle bizonyítékkal nem tudja alátámasztani, hogy Arandel kisasszony vacsorájába mérget tettek. Valami bizonyítékon van, Hastings. Gondoljon csak a trip kisasszonyokkal folytatott beszélgetésünkre meg egy kijelentésére, amely feltűnik Miss Lawson kisé összefüggéstelen locsogásában. Arra gondol, hogy köri tevet vacsorára? A köri erősize íze tenni a méreg jelenlétét. Erre gondol? Valóban, a körinek van bizonyos jelentősége. Talán, mondta lassan Poáró. De ha igaz az, amit feltételez Poáró, szemben az orvosi szakvéleménnyel, akkor csak is Miss ölhette meg, vagy valamelyik cseléd? Vagy Netán a trip kisasszonyok? Ostobaság, nem hiszem, mindezek az emberek szemmel láthatólag ártatlanok. Egyet ne felejtsen el, Hastings. Az ostobaság nem zárja ki a ravasságot. És ne felejtse az első gyilkossági kísérletet. Nem kellett hozzá különösebben nagy ész. Igen egyszerű kis gyilkosság volt, amelyhez Bob adta az ötletet, meg az a szokása, hogy ott hagyta a labdáját a lépcső tetején. Egy fonalat kifeszíteni a lépcső fölött igazán gyerekjáték. Igen, de a méreg, amely nyomtalanul felszívódik, az már korán sem olyan egyszerű. Nem is tud akárki szert tenni rá. Az ördögbe is poáró, egyszerűen nem tudom elhinni. Az egész puszta feltevés. Téved, barátom, Ma délelőtti beszélgetéseink után már van valami nyom, amin elindulhatok. Csak egy tart vissza. Félek. Fél? Mitől? Hogy felzavarjuk az alvó oroszlánt, mondta komoran poáró. Így mondják, nem? Ne zavarjuk az alvó oroszlánt. A mi gyilkosunk most békésen szundikál a napfénybe. De ha felzavarjuk... Ki tudná jobban, Hastings, mint maga vagy én, Hányszor, de hányszor megesik, hogy a gyilkos, akinek megrendült az önbizalma, akit sarokba szorítanak, megint öl? Másodszor, de talán harmadszor is. És most ettől fél? Ettől, Hastings, bólintott Poáró, ettől, ha gyilkos van a kertben. Mit pedig van? Hastings, nagyon is azt hiszem.